Az új magyar gárda tagjai egy talicskával érkeztek meg a hatvani Kossuth térre, földvédelmi demonstrációt tartanak. A május 1-én életbe lépő földtörvény ellen tiltakoznak. Egerből indultak vasárnap és csütörtökön Budapesten ért véget a menet, ahol a Jobbik képviselőivel találkoznak. Tóth György, a Jobbik Heves megyei alelnöke azt mondja, pártja minden kezdeményezést támogat, amely a magyar földet védi. Szerinte a május 1-én életbe lépő törvény lehetőséget ad a külföldieknek, hogy földet vásároljanak Magyarországon. Ugye az új földtörvény szerint minden Európai Uniós állampolgár vásárolhat földet Magyarországon. Két kritériuma van ennek. 3 év itt tartózkodás, vagy itt életvitelszerűen Magyarországon lakás, illetve a helyi földbizottságoknak a támogató szavazata a földvásárlási szándékkal kapcsolatban. Ezek azért szerintünk elég könnyen kijátszható törvények, nagyon könnyen megtalálhatók a kiskapuk. És így gyakorlatilag 2014. május 1-től szinte korlátozás nélkül szabadon vásárolhatnak külföldiek Magyarországon földet. Hozzátette, Bulgáriához hasonlóan Magyarországon is meg kellene hosszabbítani a földvásárlási moratóriumot, mert szerinte az a legfontosabb, hogy a hazai föld a magyaroké legyen.